Devon, merre vagy? Devon, 50 000-es QNA, hol vagy? Devon, na gyere, gyere, felveszünk a videót. Na hát akkor üdvözlök mindenkit a mai Q&A-ben. Itt van velünk Vizzer. Sziasztok! Főadminunk, már ismerhetitek a Discord szerverünkről. Most az első szerepe az, hogy majd fel fogja nekem olvasni így a van. Kérdéseiteket. Remélem nem rontom el a dolgokat nagyon. Hát az egy kérdés felolvasása, talán nem olyan nagy kihívás. Ne, meglátjuk. Szóval akkor igazából vágjunk is bele a lecsóba. Rendben. Hát első kérdésünk egyébként Danitól, az egyik adminútól érkezett. Mennyi időt töltesz egy videó megvágásával, kedves Devon? Na ez egy nagyon jó kérdés, mivel ez nagyon változékony. Mondjuk egy shorts videót adott esetben van, hogy egy fél óra alatt meg lehet csinálni. Tehát ott nem kell megerőltetnem magam. De amikor valami komolyabb tanító célzatú videó megy ki, az van, hogy napok, mert akkor még újra vágom, még újra gondolom, még ezt kiveszem belőle, azt kiveszem belőle, szóval... Átnézzük a scriptet. Átnézzük a scriptet, persze, újraírjuk az egészet, letöröljük. Rendben, köszönöm. Kon kérdezi, hogy milyen gyakran keresnek meg cégek, márkák valami termékkel vagy teszttel? Fú, szerintem hetente 2-3-szor. Nagyon sok CD kulcsos oldal keres meg, nagyon ritkán el szoktam őket fogadni, de összességében szerintem 90%-ban visszadobálom az ilyen díleket. Egyébként az előkérdéshez csatolva, Voyager 72 kérdezi, hogy mi a leghaszontalanabb tech cuccod? Hát nem is tudom, hogy van-e haszontalan, mert általában, hogyha valami... Hát mondjuk azok a mystery boxos cuccokból azért volt egy. Ja, a mystery boxos az tele van, az tele volt szeméttel. Tehát nézd meg azt a videót, szinte az összes szemét. Na, egy nagyon idevágó kérdés, mert nem ez a témához, hanem egyébként sokakat érint. Próbálták-e már feltörni a csatornádat, kérdezi Inform Booth. Nem. Van nekem eléggé sok fiókom van, és van kifejezetten egy ilyen trash fiókom, ahova minden szemét szaroldalra, csak azzal regisztrálok fel, csak azt adom meg, és azt felőlem vihetik. Tehát az engem nem érdekel. Az direkt arra van, hogy egy ilyen decoy. Egy decoy mélfiók. Tehát akkor egyébként eléggé odafigyelsz a kibervédelmedre. Hát, mondjuk az, hogy Gmail-eket használok, azt szerintem pont az ellenkezőjét mondja el rólam, de nyilván, tehát amit például kifejezetten szeretek, és oda semmilyen spam nem érkezik, csak az ilyen fontos cuccok, az például van egy tutanutás e-mail címem is, ugye az ilyen extrém privát, nagyon levédett, vagy pedig van a Proton mailesem, az meg a biznisz. Pulse Gamer kérdezi, hogy mi a véleménye az Intel Arc videókártyákról? A kezdés az eléggé szomorú volt, de nem hardware, hanem szoftver szinten, tehát olyan optimalizálatlan driverek voltak, hogy te jó ég. Tehát nem nagyon tudtak erőteljesen elstartolni, viszont mostanra meg egy eléggé jó árértékarányt képvisel igazából az Intel Arc. De szerintem azt te is így látod. Én mindenféleképpen most már azért a driverek is rendben vannak, és egyébként elég szép eredményeket érnek a tesztekben. Dex 791 kérdezi, hogy raktál már össze egyedi vízhűtéses gépet, és ha igen, akkor sokáig tartott az összeszerelés. Nem, és nem is tervezek. Én raktam már össze, és elég sokáig tartott. Tehát amennyi szenvedés jár vele, ami én videókat láttam, úgy voltam, hogy nem, maradok az AI-nál. Így van. Az csak rácsavarod, aztán működik, kész. Így van. Levi kérdezi, hogy mi az a tech cucc, amit később megbántál, hogy eladtad? Az egy videókártya volt, és ez még azelőtt lett eladva, mielőtt felszaladtak volna az árak a háromszorosára. Szóval ez a... Nem azért bántam meg, mert már nem tudtam használni, nem azért bántam meg, mivel túl olcsón adtam el. Szép, 2020-21-es évek gyönyörűek voltak árakban, igen. Sőt, még a tavalyi is. TFLV Milán érdeklődik, hogy milyen célokat tervezel a jövőben elérni. 500 000, hát nincs annyi tech érdeklődő szerintem itt az országban, hogy az 500 000-et meglépjük, talán a 100 000-et egyszer. Most úgyis jön egy nagyobb váltás várhatóan, mert egyéb tartalmakat is tervezünk így majd, ami techhez csatlakozik, nem csak ilyen játékteszteket. Tehát érdekesnek érdekes, hogy milyen videokártyában mit lehet kipréselni, milyen olcsó számítógépeket lehet összerakni. Nyilván ez nem fog elveszni, csak más témakörök is becsatlakoznak így majd van, a csatornában. Így van. Farkas 0112 kérdezi, hogy várható lesz új, frissített DevOS, akár Win 10-11? Igazából gondolkodtam rajta, hogy talán egyet összerakok magamnak, de az, hogy
published lesz-e, az jó kérdés. Tehát igazából, amit élveztem a legutóbb is, amikor ugye a DevOS-t csináltam, ez igazából a pucolt Windows 10-et vagy 11-et, ott igazából a szkriptírást élveztem nagyon, és akkor ennyivel egyszerűbb, hogy egy gomnyomás, puff, silent. Igen, egyébként nemrég láttam egy videót az Atlas OS-ről, érdemes lesz majd azt is megnéznünk. Na, a következő kérdésünk Cactulite-tól érkezett. Te mivel dolgozol a videókban? Itt arra gondol, hogy milyen kamerás részleg és milyen izomvas van a vágáshoz. Most változó, hogy éppen mivel veszem fel, de alapvetően van egy Lumix G7-em, ez egy ilyen egyszerűbb kamera, alapvetően fotózáshoz lenne, de én ugye felvételekre használom. A másik, amit használok, az pedig az iPhone, ez általában másodlagos kameraként szokott szerepelni a videóban, hogy több irányból lehessen felvenni egyszerre. Pulse Gamernek van ismét egy kérdése, Windows 10 vagy 11? Most 11-et használok a nagygépemen. Ami számomra rendkívül kényelmes a 11-ben, az az, hogy a fájlkezelőbe is vannak tabok. Nem kell megnyitnom 30 fájlkezelőt, hanem nyitok egy új tabot, és akkor könnyebben tudok mozogni. Nekem a legjobban tetsző funkció egyébként a Win11-ben az, hogy tudom pörgetni a kis fogaskereket a beállításoknál. Egyébként, ha engem kérdeztek, én még maradok a Windows 10-nél, leginkább amiatt, mert az egyik kedvenc játékom jelenleg még nem indul el Windows 11 alatt EVE Online. De ez ilyen átlagos probléma? Igen, igen. De rossz? Hát még nem volt idő lefrissíteni a játékot, gondolom, amit több tízezeren játszanak naponta. Na mindegy. IG Dome, vagy IG Dome 1331 kérdezi, tervezed-e valaha levenni a maszkot? Na, hova mész? Devon, mit csinál? Hova mész? De Devon, hova szaladsz? Ne fuss! Nem érlek utol! Devon, hol vagy?